Boldog új évet kívánok a hazahúzó nézőinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Egy igazán izgalmas, szilveszteri ünnepi adással készültünk Önöknek, és mivel az elmúlt napok az ajándékozásokról szóltak, mi is egy kis ajándékkal, meglepetés vendégpárossal készültünk Önöknek, tartsanak velünk a következő bő 45 percben. Nem szólok be, de ne kimész, és meghalunk, én megöllek. Most meg mit adjogunk? Nem, én csak annyit mondtam, hogy ne menj gyorsan. Tökömért kell drasztikuskodni. Rolandka, most ne olvasd, mert nem látod Bibionét. Ott van balra. És ahogy apát vezet, még egy óra múlva is látni fogod. Na, Tanyi, mit csinálsz? Beleesik a muffin a dekoltázsomba. Ne rohanjál! Nem vagy te Fernando Fettel. Teszek be a zenét. Hol a Celine Dion? Ez csak a tokja. Hihetetlen. Milyen figyelmetlen vagy. Megint behagytad a hifibe. Nem, te felejtette be. Nem, mert te... Nem. Ott vettem tavaly azt a csizmát. Nem. Jó, maradjunk, mennyi vagy te voltál. Következő kutnál állj meg. Mert pisülned kell. Nekem nem kell, de ha te mész, akkor én is megyek. Rolandkának is akarok venni képregényt. Kit érdekel? Magyarban is csak a képet nézi. Ha ilyen gyorsan mész, nem fogunk tudni kimenni a kúthoz. Villog rá, nem szeretném itt tölteni az éjszakát? Jó, akkor csöndben maradok. Mert van női hangra állítva a GPS? Ha? Kútnál állítsad vissza szalócipára? Nem akarom, hogy Rolandka elkezdjen kombinálni. Én nem vagyok féltékeny, de van ebben férfi hang is, jó? A balra flamandul is balra. Különben is mutatja a nyíl. Nem értem, minek kell szöveg, amikor úgy is látod. Utat nézed, na azt a szart! Annyi? Ez Ferrari volt? Hogy lenne Lamborghini, amikor piros? Most meg elmentél a kút mellett. Mert állandóan nem figyelsz. Szétmegy a hólyagom. Tolás vissza, azért van a leállóság. Különleges szilveszteri hazahúzó adásunk ma kiegészül Aradi Tiborral és Varga Ferenc Józseffel. Közösen teszünk kirándulást a Siklósi Várban, majd picit olyan oldalról is megmutatjuk az ismert humorista párost, ahogy nem szoktuk látni, és még a Villányi Bor mesés világából is kapunk egy kis kóstolót, mielőtt kocintanánk az új évre. Az új év utolsó napját és az új év első napját átjárja valami megfoghatatlan vibrálás. Talán az elengedés és beletörődés, hogy amit megtettünk eddig, az már a múlt, de előttünk egy új év új lehetőségekkel, új kihívásokkal. Ezek a napok a lelassulásról is szólnak, és ha már stábunk Harkány felé vette az irányt, nem hagyhatom ki a relaxálás egyik formáját, a masszást, különösen, ha épp az ország legjobb masszőrének tudását hívhatom segítségül. Egy masszázs nagyon jó stresszoldásra, relaxálásra, a letapadt izmokat nagyon jól fel lehet masszírozni, érzem a hátadban is. A sok ülőmunkától ugye a testtartás az meggörnyed. És azáltal, hogy meggörnyed, például milyen izmokat szabadítasz fel, vagy ezt honnan érzed például, hogyha mondjuk beállt? Hát elsősorban a stressz és a rossz testtartás, az mind a lapocka, a gerinc és a lapocka közti izomcsomókat lehet ezzel jól kimasszírozni. Igazából így alakul ki a banyapúp is. Hogy alakul ki? Hogy... Hát ugye igazából az egy a hámszövetet képez a csigolya köré, és ezzel védi a csigolyákat a sérülésektől. Ugye a sok fejlógatás, számítógépen dolgozás egész nap, ez nagyon megviseli. És az, hogy technikában például, ugye te is kérdezted tőlem az elején, hogy krémes vagy olajos, a között mi a különbség? Hát ugye a krémet azt nagyon jól be lehet masszírozni, mert nagyon jól szívja a bőr, ezért is kell nagyon ritkán hozzátenni egy kis krémet, hogy azért ne húzzuk a vendég bőrét. Az olajat pedig elég csak egyszer felvinni az adott felületre, az kitart egész masszázs végéig.
Mondtad, hogy a kréme, ugye mi most a krémeset választottuk, mert hogy ugye Harkány azért híres a gyógyvizéről, ami ugye tele van ásványi anyaggal. Ez a krém, ez például ebben mi van? A harkányi gyógyvíz arról tudni kell, hogy elsősorban nagyon kénes, ami az izom és izületi problémákra nagyon jó. Ugye gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, van benne egy kis rozmaring, kamilla, eukaliptusz. Akkor ezt érzem. Igen, igen. A ként azt egyáltalán nem lehet érezni. És akkor ez tulajdonképpen krémbe kever tiszta harkányi gyógyvíz. Igen, igen, igen. Innen szállítják el a vizet, és akkor rizsákon állítják össze. Ebből nagyon sok kozmetikum készül. Nem sokára befut az Aradi Varga páros is, de addig még egy kicsit a szilveszterezés másik oldaláról faggatom a Dráva Hotel szervízmenedzserét. Szerintem ez az ünnepi időszak önmagában egyébként nagyon kettős, hiszen a karácsony az a megbékélés, a szeretet, a lelassulás, a nyugalomról szól, míg ugye a szilveszter egy jelentősen nagyobb esemény, belépünk egy új évbe, ez a buliról szól, a barátokról, kevésbé már a családokról, nincs kialakult receptkönyv. Mi volt a leghosszabb ideig tartó szilveszteri buli? A reggel 7, amikor 8-kor már kezdődik a reggeli, ez egy kicsit feszített időpont volt. Fel vagyunk készülve ezekre is, igen. A vendéglátóipar és a szolgáltatói szektor számára ugye a karácsony és a szilveszter egy egész más dimenzióban van, mint azoknak, akik, mondjuk ez a híradósokra is ugyanígy van, mert nekik sem szűnnap a karácsony, szilveszter, de nektek hogy lehet ezt a nyüzsgést, pezsgést évről évre úgy csinálni, hogy a vendégek, akik idejönnek, azok elengedhessék magukat, és egy tök jó évzárásuk legyen? Mi ezt a szakmát választottuk. Mi, amikor ezt a szakmát kiválasztottuk, akkor tudtuk, hogy ez milyen rengeteg pozitívummal és milyen negatívummal jár. Mi egész máshogy éljük meg egyébként. Nekünk gyakorlatilag a hotel az a második otthonunk, mi egymással karácsonyozunk, mi ehhez hozzá vagyunk szokva, szilveszterkor együtt bulizunk az emberekkel. Minket is átjár egyébként attól függetlenül ez a karácsonyi szilveszteri szellem, hogy mi effektíve nem pihenni jöttünk, hanem dolgozni. Pikpak bele tudunk ebbe merülni mi is, úgyhogy nem okoz gondot. Tizenkilenc évesen jöttem ki ugye az iskolából, gyakorlat egy másik hotelben, és ott álltam az első szilveszterem, és voltak, hogy akkor csináljuk meg az asztalterítés, díszterítés, liliumokat, rózsákat az asztalra, pezsgős, akkor fehérboros, vörösbös, és álltam, hogy oké, jó, meg lelestem a pincérektől, hogy csinálják, gyors felterítettünk, akkor jött a zenekar, a tombola, a sztár fellépő, én azt sem tudtam, hogy merre vagyok. Én úgy elfáradtam 2 óra alatt, mint még soha. Na ez azért 13 év elteltével azért most már rutinossá vált, hogy bejövök, és akkor itt már én osztom ki, hogy akkor légy szíves, terítsetek föl, te letörled az evőeszközt, jön a pezsgőspár, keverjétek le a mimoza koktélt, töltsük ki azt a 160 pezsgős pohárba, közbe be a konyhára, hogy áll a malac, hogy áll a lencse, mit csinálunk, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy pörgés, és mire egyszer elfáradunk, addigra nyitjuk meg az ajtót a vendégek előtt, és utána kezdődik csak az éjszaka, és azért mi itt vagyunk hajnalig velük. Mi volt a legextrémebb kérdés, amivel a vendégek hozzátok fordultak ilyenkor? Hú, hát nem is legextrémebb, inkább azt mondanám, hogy abszolút teljesíthetetlen. A szilveszter napján délután 1 és 2 óra között fodrászt szeretnék a szilveszteri frizurámhoz, vagy sminkes szeretnék. Na ez az, ami abszolút lehetetlen. Tehát a környező fodrászokkal ugyan kapcsolatban vagyunk, ugyan, hogyha valaki előre jelzi, hogy neki az napra szüksége lenne sminkre vagy fodrászra, nagyon szívesen beütemezzük neki, vagy adunk kontaktot, hogy hol tudja ezt lefoglalni, de aznap fodrászhoz, sminkeshez már esélytelen bármilyen időpontot találni. És akkor ilyenkor elfogadják, hogy azt mondja, hát
A jó fej vendég abszolút elfogadja. Hál' Istennek nekünk ebből van nagyon sok, és nagyon-nagyon ritka az, aki kicsit duzzog rajta. De hát nyilván kénytelen, mert ez a helyzet az, amit nem fogunk tudni megoldani neki. Van egy film, a Görög befogadva. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek így. Én egy hajós, hajón dolgozó, hasonló pozícióban lévő ismerősöm mesélt, hogy nekik az ilyen alapfilm, amit meg kell nézni, hogy egy túl idegenvezető hölgy kap egy amerikai csoportot Athénban. És akkor ugye leköveti azt a fajta turista típust, aki az okoskodó, aki a nagyon buta, aki a nőcsábász, a férfi faló, a kövér jóindulatú, cuki. És hogy ez nálatok ugyanígy be lehet skatujázni, és szoktatok is ezeken így nevetgélni? Hát be lehet, meg lehet mondani egyébként, hogy melyik vendég melyik kategóriába tartozik. Inkább azt mondanám, hogy amikor már nagyon kínossá válik egy szituáció, egy kérés, akkor a hitetlenkedésünkben mosolygunk rajta egyet. Mi megpróbáljuk azért leginkább a vendégek kérését megoldani. Ugyanakkor megpróbáljuk azt is, hogy minél jobban lecsitítani, hogy ez neki a relaxról szól, kapcsoljon ki, buli, nem kell ráfeszülni, majd mi megoldjuk, ha tudjuk, ha nem, akkor meg úgyis el kell engedni, hiszen jön az új év, ott is el kell engedni minden olyat, ami nem működőképes. Én Váradi János vagyok, feleségem elrontotta a keresztrejtvényt, ezt akkor véletlenül nyerte ezt a vele lesz hétvégét, vagy micsodát itt a magoknál. Jó, értem, nézem, és Diós Jenő? Nem, Váradi János vagyok, most mondtam ki. Jó, de honnan jöttek? Anyáméktól, mert ott voltunk egy pár napig, aztán. Jó, akkor az emeleti deluxe lakosztály lesz az önöké, a fürdőszobában van élményfürdő. Ha már akinek, ugye? Sajnos a WC-ben technikai hiba történt, így most nem szól a zene. Nem érdekes, úgyis fütyülni szoktam közben. Kárpatlásul felajánlunk egy ingyenes iszappakolást, jó? Kell a fenének, hát én kőműves vagyok. Egész nap a habarcsot kenem mindenféle izékre, most meg itt is át, hagyom már engem. Svédasztalos reggelink van. Jó, az, amiről így lehet pakolgatni, jó van. Én ezt tudom, akkor nem megyünk el a Edittel a kubba, most már mindegy. Jó, és svéd masszázs is van. Na, akkor abból is viszünk haza, majd pakoljuk. Van-e különleges kérésük? Szeretném a ágyba kérni a reggelit, azt lehet? Természetesen, már is lehozatom az ágyat az étterembe. Hello, tessék, Happy Sunshine Resort anya, Thermal Hotel Resort Spa Superior. Jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, hogy van-e a szállodájukban szauna? Nyáron minden szobában. És jacuzzi? Igen, attól függően, hogy mi volt az ebéd. Remek, még egy utolsó kérdés, sószoba van? Igen, só és szoba is van. Fantasztikus, akkor szeretnék foglalni egy szobát két fő részére, erre a hétre, mennyibe kerül? Étkezés nélkül 699 000 forint, akciósan. Aha, hülyének is megéri, de legalább a reggeli benne van az árban. Nincs az árban, oda kulcsot kell bedugni, viszont hallásra. Igazi görbetükörés, bár annyi igazságtartalma van a jelenetnek, hogyha a recepció beszélni tudna, és a siklósi vár is, ha beszélni tudna. Mennyi, de mennyi sors emlékét őrzik e kövek, nem is véletlenül mondják erre a várra, hogy a magyar történelem egy darabja. Nos, kiegészülve az Aradi Varga párossal bevesszük a falakat, és egy kis ízelítőt kapunk ezekből a történetekből. Első állomásunk a Jobbágy börtön. Arra kérek mindenkit, hogy a lépcsőn nagyon vigyázzon, a másik Természetre pedig, hogy a fejére. Aki fellélegzett, hogy a tölgyfatokot elkerült, az találkozik a kőboltívvel. Igen. És meg is érkezünk a Jobbágy börtön előterébe. Megálltam most a lépcsőn, elnézést. Gyere, hanem fogár, még valaki kísértetni. Mindenki feje megvan. Jó, itt a tévé. Itt igazából az őrök szálláshely és őrposztja volt, ők felügyelték itt a cellákat, ők vigyáztak a rendre és a fegyelemre. A fegyelmezésnek nagyjából egyetlen egy jól bevált módszerét ismerték,
Tehát, hogyha túl nagy volt a hangoskodás, akkor végigvertek mindenkit, hogyha a hangoskodás folytatódott, akkor még egyszer. Ezután mindenki megismerte a házi rendet, úgyhogy innentől kezdve már csönd volt. Voltak, akkor mit csináltak? Akkor volt boldogság. Ja. Azért nem járt büntetés. Itt természetesen a bilincseket mindenki ismeri, de ez egy nagyon szép középkori és a újkorban is. Az egész világ egy sörnyitó, ez így igaz, de alapvetően ez egy nyak kaloda. Szép német nevén egyébként Halsgeige, vagyis nyak hegedű. Der vagy di, nem mindegy, hogy... Das! Föl is próbálhatnánk. Akkor én felpróbálom. Jó. Nem látné a Ferin próbáljuk már ki? Majd mindenki sorra egy, kell. Egyik kéz az egyik lyukban, másik a másik. Nyakkal oda vagy nyakkal ide? Ez nem mindegy. Ez nyakkal oda. Tehát a lényege az, hogy innentől kezdve az illető, akire rákerült ez a nyakkal oda, annak az élet egy kicsit nehezedett, ugyanis az evést már nehezen tudta megoldani, illetve alapvetően kényelmetlen is. Még nem, de mondjuk két-három óra után a főtéren már az, nem csak itt bent használták büntetésre, hanem természetesen rabokat is szállítottak át benne, illetve megszégyenítéskor a főtéren főképp az asszonyok kapták egyébként. Nehogy rám. Boldog új évet. És milyen minő véletlen, hogy csak francia kenyeret lehet ebben a pózban enni, igen, és csak hölgyek. Tehát ezt most így szilveszter voltam elfér. Várják, és így lehet a legjobban furulyázni. Nézd, csak ezt is adom, és lehet már benne. Már lehet benne. És képzeld, ha még hangot is tudnék ezzel csiholni. Az lenne az igazi, hogy beszállnék gitárral. Na mindegy, akkor elveszünk. A pozitívum az, hogy ilyenkor a rab arra ment, amer az őrök akarták, tehát átszállításnál is tökéletes. Vagy amerre a gravitáció, mert itt van a gravitációs, igen, alapon, csak szólok. Magyarországon 10 ilyen pont van, ebből az egyik hozzánk került, ez az elsők között épült, ugyanis ez még magasított gravitációs alapon. De hol a gravitációs alapon? Belül van a cellán, ja, belül, és van egy nagy lakat is a cellán, hogy ja, ne tudja senki megrongálni a pontot. Igazából maga a pont az egy 200 forintos nagyságú részpont, csak a magyar egy gyűjtőszenvedéllyel megáldott nép, és ez a részpont ez rendszeresen eltűnt. Ja, jövök egy pillanat, eltűnt gravitációs. Ezért kerültek ezek a pontok olyan helyekre általában, ahol nem építenek rá parkolót, bevásárlóközpontot, és folyamatosan lehet őket használni. Nem lehet bevásárlóközpontot nem építeni. De mi az a gravitációs alappont egyébként? A gravitációs gyorsulás értékét mérik itt. Két évente van relatív, és 4 évente van abszolút mérés. Ezek történnek itt, és hát természetesen a Geofizikai Intézet végzi ezeket a méréseket. Akkor felállítják erre a pontra a műszereket, és kalibrálják őket. Ugye, húha, ő már egy Hartmann zónát is talált szerintem. Az nem tudom micsoda, de most főnök, hamarabb esik le a poén, azt jöttem. Főnök, jó, Newton érdekel, van Olton is. Newton jó van. Van Olton is. Ezért tudod nyújtani, ezért meg... Ugyan az a cellánk zárva van, de nézzünk be egy másikba, amelyik itt van. És onnan kijöhetünk. Is volt baseball. Többé-kevésbé. Nézzünk is be egy cellába akkor. Ne, van ott valaki, tessék mondani? Majd mindjárt lesz. Ja. Nézzük is meg, ahogy Varga Ferenc József bemegy a cellába, és nem jön onnan ki. Indul az új aradi show. És jövőre már csak arad. Igen. Jaj, bocsánat. Menj előre a bőrt, menj előre a cellát. De menjen csak nyugodtan. Itt most. Nincs ott bent semmi, csak szólok. Megyünk, gyerünk, akkor megyek előre. Ennyi bátor embert egy helyen. Jaj! Kedves kémikusok, savazzanak! Na jó, menjünk! A helyzet az, hogy a szégyenkedvet általában nőket zártak be. Hallod? Csak na, akkor zártak. Nem maradtál bent tovább. És akkor most nézzük meg a helyet, ahol mindenki mindent bevallott. És meg is érkeztünk a kínzó kamrába. Tényleg? Igen. Húha. Azonban azt el kell mondanom, hogy az eredeti kínzó kamrák a városokon, várakon kívül a hóhérok házai alatt jöttek létre. Érthető módon a hóhér kint lakott a városon kívül, mert senki sem szeretett volna szomszédja lenni.
és megvetett foglalkozást is űzött, és ezt a bűnfelderítési módszert ezt diszkréten csinálták, nem a város kellős közepén. Hogy lesz valakiből hóhér? Miért érdekel a szakma? Tehát, hát, hogyha hóhér lesz, akkor... mondta az elejére, tanuljon a halál, azt kéztem barátanom. A kezdetekben... Akkor annyi lábad lesz, hogyha hóhér lesz, az összes a tiéd lesz. A kezdetekben halálra ítélteket toboroztak erre a szakmára, hiszen ott nem voltak erkölcsi problémák. Vagy elszegényedett zsoldos katonákat, ott meg volt a szakmai háttér. Tehát meg kellett ölni valakit, megtudta. Később politikusokat, mert ott sincsenek erkölcsi. Ja, bocsánat. Hát ők a másik végén voltak általában ennél a műveletnél, a középkorban. Szóval most is csak másképp. Nyugat-Európában általában apáról fiúra szállt a mesterség, és ebből nagyon nehéz volt kitörni. Kivéve, ha a lány született, bocsánat, csak hogy belekérdezek, de hát, hogyha vagy a lány született, női hóhér. Hát ez igaz, viszont hóhérok lányai, hóhérok fiaihoz mentek hozzá. De ez milyen, hogy így nevelni a gyerekre? Én nem eszed meg a spenótot, nem leszel hóhér. Na, olyan hülye vagy, fiam, nem leszel te hóhér sose. És így jöttek létre Nyugat-Európában a hóhér dinasztiák. Tehát azt kevesen tudják, de a nagy francia forradalom idején már mindössze két hóhér család volt egész Franciaországban. Tehát amikor 0-24-ben ment a guillotine Párizs főterén, akkor mindenki tesó, unoka, tesó, nagybácsi, tehát ott mindenki ismert mindenkit. Igen, nem figyeltek, lefejezte a kollégát véletlenül, és elfogytak. Gyakorlatilag monopól helyzetben volt a hóhér. Igen. Magyarországon picit másabb volt a helyzet, amikor szegényebb sorsú családok az 5., 6., 7. gyermeket odaadták hóhér inasnak, ugyanis a többi C-mester általában előre kérte a pénzt a tanítatásért. Mi van? Volt hóhér szakmunkás képződtem. Mi van, hogyha a második évben munkai balesetben meghal a gyerek, akkor nem fizet a család? Vagy kukásmelók hamarabb betörtek? Rátérünk erre is, mert ez egy érdekes dolog. Ugyanis ha kitanulta a szakma csinyát és bínyát, akkor természetesen hóhér lett belőle, elment egy nyugat-európai tanulmányútra, Erasmus program. Hóhéroknak megnézte, hogy mik a legújabb technikai vívmányok, és hazatért és elhelyezkedett egy város ítéletvégrehajtói székében hóhér lett, és minden olyan munkát ő végzett, amit mások nem akartak elvégezni, csatornatisztítás. Doktori címet is kapott? Halottak elszállítása, kóborkutyák összeszedése, örömlányok felügyelése, ez mind hozzájuk tartozott. És ha már a doktori címnél tartunk, hogyha egy városban nem volt orvos, vagy a szerzetesekben nem bíztak, akkor gyakran hóhérért küldettek, mert szakmájukból kifolyólag... Az anatómia legalább megvolt. Mi a baj? Fáj a torka? Rettenetesen komoly... Nem mondták, hogy nem a foga fáj. Szakmájukból kifolyólag rettenetesen komoly anatómiai ismeretekkel rendelkeztek. Így egy érmetszést, vagy egy fertőzött seb megnyitását, újraelzárását, egy amputációt, azt ripsz-ropsz megcsinálta. Csak nem szabad ott elfelejteni, hogy az nem büntetés, hanem segítség. De miért az érzéstelenítés az ugyanolyan volt, gondolom, tehát nem kellett különösebben ezzel foglalkozni. Igen, azt mondd meg nekünk, András, hogy ez tehát, hogy ezzel hogyan kínoztak ezzel a kis... Rá kellett ülnétek is. Ez egy vadonatúj nyugati cucc, tehát ez onnan jött. NSK? Nem, szerintem kicsit még messzebb a franciák voltak azok, akik ezeket úgy igazán... vagy akkoriban megmondom, még Itália, ott voltak ilyenek, pápai állam és stb. Ez egy Júdás bölcső. Na most... A szegényebb, kevésbé jól felszerelt, kevesebb munkával rendelkező kínzó kamrákban általában csak beleültették az embert. Jaj, de fin, szimpatikus. És súlyokat tettek a lábára. A gazdagabb, jobban felszerelt kínzó kamráknál ott csörlős rendszerrel bele lehetett ejtegetni az illetőt. Továbbá is boldog új évet kívánok mindenkinek. Nem győzöm hangsúlyozni ezt az üzenetet, aminek hát egyre komolyabb. Otthon van nekünk ilyen, úgy hívják, hogy Lego, a gyerek szokta rátenni a székre, és már az nagyon tud fájni, úgyhogy ezt el tudom képzelni. Te sem mondani, a Júdás hol van benne, mert hogy keresem? Meg a bölcső. Ez csak a bölcső. Ja. Nemesként börtönbe kerülni azért nem volt olyan rossz dolog szemben mondjuk a jobbágyok cellájával, és itt sétálva, hát olyan ítéleteket olvashatunk a falakon, mint hogy Budai Attila templomból lopott,
ezért orcáján megbélyeztetett. Vagy pedig, volt egy ilyen ítélet is, Szabó Jancsi tyúkot lopott, ezért 50 botütést kapott érte. Vagy pedig, na hát ez már egy kicsit súlyosabb, Vitéz Csaba az ispán ellen lázított, ezért száműzetett. Ezek úgynevezett szégyentáblák. Tenkes kapitány. Természetesen a Siklósi vár a tenkes kapitányáról. A híresült el, talán erről a legismertebb. Büszkék is vagyunk erre a sorozatra, ugyanis ez volt a Magyar Televízió első saját gyártású sorozata, és mi azt szoktuk mondani, hogy minden bizonnyal a legnézettebb is, ugyanis minden évben legalább kétszer levetítik. De az akkori Kelet-Európának szinte minden nyelvére leszinkronizálták, és kínai, mongol és vietnámi szinkronja is van. A keleti nyitás ma akkor is jó. Akkor levetítem nekik, elviszem a kipcsakókhoz, meg a türkökhöz, a tenkes kapitányt aztán. De hogy a valóság nyomokban tartalmazza csak a történetet a filmben. Nagyon nyomokban. Illetve a történet csak nyomokban tartalmazza a valóságot. Igen, tehát nekünk a kuruckori történetünk az nagyon-nagyon rövid, és igazából az egész egy fiktív sorozat. Itt magának a sorozatnak lett igazából történeti szerepe lassan már, kultúrtörténeti, és úgy gondolom, hogy az akkori színészgárda krémje szerepel gyakorlatilag benne, egy kivétel nélkül hatalmas tehetségek voltak, úgyhogy meg is érdemli ezt a méltó helyet a Magyar Televíziózás történetében. Az első teremben... Ez eredeti. Igen, a ruhák jelentős része eredeti, ahol sajnos nem találtuk meg az eredetit, ott természetesen pótoltuk egy nagyon-nagyon hasonlóval, de például Buga Jakab süvege, vagy Siklósi bácsi ruhája, vagy Rózsa cigánylány ruhája, az minden bizonnyal eredeti. Ezt akkor is az akkori felvételek során használták, és háttérnek is egy akkori képet tettünk, természetesen van már egy picit máshogy néz ki a Siklósi vár. A falaink egy kicsit másabbak már, sőt, visszaépült az árterkéjünk is. A tenkes kapitány története akkoriban a Siklósi vár, tehát az eredeti történet szerint milyen állapotban volt, mondjuk a többi várhoz képest? A Siklósi vár a vár Magyarország legéppebben maradtabb vára, de azt el kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi állapot, amit a látogatók látnak, az egy 1798-as állapot, ez az utolsó átépítésünk volt. Ekkor átépítették az akkori gótikus és reneszánsz megmaradt részeket, talán a leginkább emblematikus része a várunknak, vagy talán a legszebb része, amit mindenkinek szoktunk ajánlani, az a vár kápolna, ahol a késő gótikus szentély eredeti 1514-es formájában megmaradt. Előbb bementem, és nem jöttek utána. Direkt bementem. Többet nem megyek be előttük sehova, úgyhogy nem jönnek utánam, kész. Nem dolgozom veletek többet. Direkt most mentem be a várka, ott nem volt. De mi vagyunk a legépebben maradtabb vár, és a jelenlegi belső várunk egy 1 hektáros területen fekszik, és ehhez tartozik még egy külső vár, ami még 5-6 hektáron feküdt akkoriban, és ezen kívül volt még egy úgynevezett város, amihez tartozott. A külső várnak kővárfala van, 1 kilométer hosszan, és ezen kívül volt még egy városrész, ami egy külső városrész, amit egy palánkfal vett körbe. Az 1500-as években már minden bizonnyal így nézett ki az akkori várunk. Nagyságrendileg, mármint hogy egy várnagysághoz képest, ez kisvárnak, nagyvárnak számított? Hát az ötödik legnagyobb vár vagyunk a jelenlegi Magyarországon. De mondjuk a középkorban. A középkorban az egyik legnagyobbnak. Tehát amikor az 1400-as években ifjabb Garai Miklós átépítette, akkor gyakorlatilag egy nádori rezidencia és birtokközpont lett. Az ország nádorának a vára lett, akkor az ország egyik legnagyobb és legerősebb vára volt.
szilveszteri borkóstolás előtt még egy kicsit a kulisszatitkokról kérdezem az urakat. Persze nem könnyű a kérdéseimmel felvenni a versenyt a Retro Bowling Bárban. Na, ezt megnézzük. Mert... Jó, koncentrál. Belekoncentráltam a nadrágomba, ilyenkor ezt szoktam mondani. De, és így se sikerül. Nem kéne ezzel nekem foglalkozni. Szóval. Ugye? Humorral sem, azt sokan mondják, de szerintem ezzel sem. Maradok a az reklám. Nem. Már megint engem szid. Szóval működik, nem... Nagyon érdekes, hogy egyszer megtalált minket valami internetes újságíró, addig hagyj játszon össze-vissza, most már nem érdekes. Hogy mikor szoktunk, tehát szoktunk-e összeveszni, és nem tudtam meggyőzni a szenzáció iránt elkötelezett kollégínát. Mit kell ezzel csinálni, hogy menjünk? Nincs köztünk vita, mert most azon összeveszni, hogy ki mondja a több poént, meg ki viccel jobban, meg kit szeretnek jobban, meg ilyen hülyeségeken, meg természetesen pénzen, meg ilyen, tehát ezek az emberi dolgok, ezek kerüljenek ki, és akkor működik. Láttunk már egyébként fiatal humorista duókat, akik éppen hogy kezdeni akartak utóbbi években, mindegy, hogy mikor és mindegy, hogy hol. Azt láttam, hogy egyfolytában azon vannak, hogy egymást lejátszák a színpadon. Nem erről szól, ez nem verseny, ez nem sport, ez művészet, kultúra. Győzni maximum a színpadon kell, de az se egy olyan győzelem, az a lényeg, hogy a közönségnek jól jön. A közönség is jól érezze, meg te is jól érezd magad, akkor már győztél. És ez csak úgy működik, ha mind a ketten jól érzitek magatokat. És amikor írjátok egymásnak... Most ő nem ezt fogja mondani, tudom, nem kell vele foglalkozni. Nem kell vele foglalkozni. Egymásnak írjátok a szöveget, vagy megvan a téma, és megírja a Tibor a magáét, te is megírod, és összeolvassátok. Mindegyik működik, mind a kettő működik. Valamikor én kitalálok valamit, és akkor a Tibi meg elkezdi folytatni. Valamikor meg kitaláljuk, hogy most akkor írjunk a bénán billiárdozó humoristákról egy jelenetet, és akkor valaki elkezdi, vagy én, vagy ő. És az úgy van, eszedbe jut egy poén, és felhívjátok egymást, hogy hú, most eszembe jutott, és akkor... Nem, hanem az, hogy írjunk egy jelenetet. De olyan, hogy egyszerűen ő csak elkezd valamit, és átküldi, vagy én elkezdek valamit, és átküldöm, tehát ez abszolút rugalmasan, teljesen... mit mondjuk, szerte ágazó a feketét sikerült? Ja, nem, az még megvan. Nem, most kezdtem, tehát most az első volt, és a feketét is. Akkor ugrott a kész, akkor ugrott a viszki, akkor az enyém. Szóval elég szerte ágazó a munkametódosunk. Humornak a szerves része a közönség, hát anélkül semmit sem ér, röhögés nélkül nem. Hát te is biztos észrevetted már sokszor, hogyha elmész egy moziba és egy vígjátékon nem nevetnek az emberek a moziba, akkor te se fogsz. De ugyanazon a filmen másik közönség nevet, akkor te is fogsz nevetni. És mi van akkor, hogyha írtatok poénokat és nem nevet a közönség? Nem volt még. Olyan nem volt még. De fő van, a maga biztonság. Érdekes, hogy ugyanazon a poénon, ugyanazon előadásmóddal itt szétverik a házat, és úgy rögnek, ott meg nem is figyelnek. Úgyhogy attól függ, hogy mennyire szeretnek, hogy utálnak minket. Sokan utálnak. Az a legjobb, amikor utálnak, mint tudjuk. Van különbség, hogy politikai humor, és mondjuk az életben egy görbe tükröt ad a humorista a színpadon? Mert a politikai humor és mi között? És amikor az élet apró cseprő dolgait felnagyítva egy görbe tükröt adunk. Persze. A politikai humor annál ott meg fog sértődni a közönségnek a kétharmada vagy az egyharmada, attól függ, hogy kiről szól a poén. Az életből merített humornál meg általában az, aki magára ismer és nincs humorérzéke, és van, aki magára ismer és van humorérzéke. Na ez a kérdés, hogy a humorérzék az elhagyható, elfelejthető, vagy ez mindig velünk marad? Hát igen, le tudja szoktatni az embert a humorérzékről, a saját élete és a saját keserűsége van olyan, de van, akit meg nem. Úgyhogy, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a humorral bántani akarunk, holott csak, ahogy te mondtad, görbe tükör, tehát nevetünk saját magunkon. Én például magamat is szoktam cikizni, rengetegszer a színpad. Hát most is mondtam, hogy hányszor mondtam, hogy milyen rossz poénokat mondok. Ez szerintem tök jó, hogy az ember magát ki tudja röhögtet, nem. Álmos vagyok. Kinevetteti. Igen, akkor a közönség is egyszerűbben nevet magához, mert akkor látja, hogy én tudok magamon röhögni, akkor próbáljon meg ő is.
A Villányi borvidék Magyarország leghíresebb vörösbor termelő vidéke. Mondhatni a borturizmus első hazai bástyája. És ahogy szokta volt tartani a mondás, minden palack bornak saját története van, úgy a jövő története ezekben a hordókban érlelődik. A polgárházas pár már 1975 óta telepít szőlőültetvényeket a történelmi borvidékre. Számos szakmai elismeréssel a háta mögött Zoltán a mai napig szenvedéllyel meséli el a borok történetét. Kitűnő a talajunk, mészkő alapkőzetről lösz alakult ki az évmilliók alatt, és ez nagyon jó, magas ásványos kálciumtartalom főleg, a vörösboroknak a kedvességét, látságát adja. A fehér boraink egy kicsit kevésbé savasak, de nem a sav miatt hisz az ember, tehát a fehéreket is jól tudjuk termelni, és a klimatikus adottság is kitűnő. Főleg az utóbbi időben vannak már fajták, amelyek túl meleg is van, de azért a nagy francia fajtáknak most optimális a helyzetet. A Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, ezek most így nagyon, és a déli oldalon termeljük, kitűnő dűlőink vannak, kicsi a borvidék, de ez egy kis gyöngyszem ez a Villány. Na és akkor milyeneket hozott nekünk most? Egy kis sort építettem föl, hogy legyen egy kis könnyű fehér. Kérdezhetek valamit én is? Igen. Megkérdeztem már, amíg nem forgott a kamera, de szerintem a nézőket is lehet, hogy érdekli. Én úgy tanultam régen, hogy a parafadugó kell a borban. Az és igen. Most egyre többször látom azt, igen, hogy ilyen alumínium kupak van rajta. Hogy miért alakult ez át? A világ változik, nem lehet leragadni. Gazdasági számítások is azt mutatják, ebbe egy jó dugó, egy drága borba 160 forint. Ezt 20 forintért meg lehet venni. Ezeket gyorsan fogyasztjuk. Fiatalok kibontják a parkba, dugóhúzójuk sincs, viszik itt is, leülnek a padra. Ki az, akinél nincs dugóhúzó? Ki az, akinél nincs dugóhúzó? Tehát az nem is számít. Bocsánat, az ember, az, nincs egy magyar dugóhúzó nélkül a WC-re nem megy ki, hát ott is érheti egy olyan dolog, hogy ott van egy borra, és ki kell nyitni. Sörnyitó nélkül nem megyünk sehova. A sört én nem nagyon szeretem, az nem egészséges ital, azt egy professzor barátom tavaszolott. Ez így is van. Hideg sör meg kimondta a rákkeltő, azt is hallottam. És meg is próbáltam Dalmáciában, rántottam egy alvórákra, hideg sört fölkeresztem. Igen, én is így voltam ezzel. Én ebben hiszek. Hát ezt nehéz. Szabad egy kicsit, lecsavarom akkor így egy gyors menettel. Ez egy nyári, kis könnyed stílusú bor. Chardonnay Otonel muskotáj küvé. Nagyon régóta készítem, 93 volt az első év is. Nem tudom, mit csinálok, csak láttam tévében. Aha, igen, szépen ott marad az oldalán. Mi maradott? Beszorult az orrom, várja. Micerin gyűrű, azt mondjuk. Az csorog lassan vissza, igen. Ez a borban alakul ki, az érett szőlőből micerin is. Ez egy, én 92-től készítem, még akkor nem készítem. Ez rozé, nem? Nem. Ez nem. A rozénak egy érettebb változata, ezt Schillernek hívjuk. Schiller. Schiller, szervizum. Ja, ezt nem. Kicsit. Jaj, nem, a hölgynek kellett volna, bocsánat, elnézést. És érdekesége egy kadarka, amit a rácok hoztak 1500-as években, délvidékről. Mehet ugyanabba, vagy? Mehet, igen, mert ezt fölülírja, mindenképpen fölülírja. Overwrite. A kadarka kitűnő fajta, és nekem abból fehér borom is van. Az egy kicsit a nyakateker, de ez hát kellemes, igen. Milyen fűszer, vagy mi az, amit érzek benne, és nem, ami nem szőlő? De szőlőből, vagy csak tudom, csak úgy értem, hogy mi az, szokták mondani, mandula illat, meg csempezem, nem nagyon féghenger illattal. Az, én már mondom. Mert van valami. Nem nagyon szeretem erre hivatkozni, mert mindenki olyan illatot, aromát érez, amihez tapasztalata van, vagy ami élményt adott neki. És igen. Részt vettem már ilyen szomelié tanfolyamokon vizsgálni, és meghívtak, és akkor mit tudom én, hajnali madárfütyöt érzem. Igen, de tök jó. Tehát kvázi... Én nem tettem bele, az biztos. Orsznobok mondják ezt, ebbe csak szörp.
Igen. A kadarka nevet említette, ami nagyon ritkán hallatódik, hogyha borfajtákról beszélgetünk. Sajnos világban eléggé kipusztult. Nagyon becsülték a beérkező svábok, hogy ők 1720-as, 50-es években érkeztek. Ők már itt találták a kadarkát. Az 1500-as években szerbek, rácok hozták, mert a törökök már ott mozgolódtól zavarták a lakosságot, és akkor jött, és a németség nagyon kedvelte a kadarkát, az volt az ünnepi bor. A portugizert hozták ők, az egy elterjedt nagyon, mert az nagyon, és most is nagyon szép, abból most éppen nem került ide, de... De mert a kadarka, mint olyan szőlő, az mit tud többet, mint a... Hihetetlen szép illatok jönnek ebből, és egészen más, tehát tényleg egy különlegesség, azt gondolom. Szexárdiaknál szépen megmaradt, nálunk egy kicsit megfogyatkozott, mert elvették az emberektől, és a legjobb dülőkbe tették a svábok, és azt vették el ugye a rendszerváltás, vagy az államosítás. Ezt most már nagyobb pohárba kóstoljuk. Mert mi a különbség? Vállalom. Ja, ennek van. Igen, jó, akkor a... Meg még egyet adok. Meg, jó, köszönöm szépen, hogy ezt továbbadjam. Szabad akkor? Nagyon szépen. Tegyük a másikat hogy... félre. Ez egy márkás bor. Ez egy nemrég nagyon szép díjat nyertem vele. Hol? Berlinben. Három hete volt is. Na, gratulálunk. Megnézem, mert azért a dugónál előfordulhat bármi kis hiba esetleg, de szerencsére itt semmi. Szabad akkor önnek? Igen. Ez Cabernet Franc, tisztán. Én inkább a küvéket szeretem, a nagyboraim küvék, mert ott egy kicsit még a saját ízlésem szerint próbálom a harmóniát keresni, de mivel a közösség úgy döntött nálunk, hogy a Cabernet Franc legyen villány zászlósbora, ezért hát beleálltom én is a sorba, és ez csak egyfajtás, és ha a franc termelő közösségben 35-en vagyunk, titkosan megbíráljuk egymást, és az első 10, abban bekerül valaki, akkor nem kell ráírni, hogy Cabernet Franc, csak azt írjuk rá, hogy villányi franc, és ezt az emblémát kötelező használni itt a hegyvonulat, meg hát ilyen stilizáltan, és akkor már csak azt mondjuk, hogy villányi franc, és ez már egy villányi márka. Ezt olyan 12-13 éve csináljuk, és most éppen a múlt héten volt a Fran és Fran esemény, 300 vendégen volt. Nagyon szakszó, Tibor. A Syrah, arra nagyon büszkék szoktak lenni a borászok, hogy a Syrah. Megnézzük, igen, megnézzük. Én elsőként hoztam Magyarországra, 2003-ban volt az első születem, és kibontottam otthon egy kicsit degantáljam, 2009-es, ez egy muzeális tétel. Az mit jelent, hogy... Akkor az gyorsan... 5 év után már azt mondjuk, hogy muzeális, de... Kivittem az aljátet. De nem, hanem az mit jelent, hogy Magyarországra hozta azt irányt? Hát igen, nem volt ebből. És Dél-Afrikában kóstoltam. Bocsánat, mint a vér. Most mit iszunk? De még semmit, mert most töltök mindjárt, csak igen, de hogy mi lesz a... Ez egy... Pontosabban fogalma, most mit fogunk inni, ez egy amennyiben tölteni kezdünk. Muzeális bor lesz. Van egy 35 ezer palackos gyűjteményem, és nagyon szépen tud érni a Syrah. Leginkább küvékhez szeretem használni, de önállóan is, mert hát a fajta akkor adja, akkor tudja magát megmutatni igazán. Ó, akkor ez megtiszteltetés. És 93-ban Dél-Afrikában jártam, és ott kóstoltam, de Mandela még börtönben volt, nem lehetett se kisebe semmit, és ott egy borász, aki erdélyi származású magyar ember volt, ismert egy Châteauneuf-du-Pape vidéken egy borászt, aki megszerezte a veszőt, behozta, egészségügyi bizonyítványt kellett szerezni, kifizettem, és abból szaporítottam el. Galileo Galilei szerint a bor vízben oldott napfény. És bármi sötét fellegek árnyékában zártuk is a 2023-as évet, jó tudni, hogy minden éjszaka után felkel a nap, és ajándékai többek közt egy pohár borban köszön vissza. Boldog új évet! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.